Tiszteletem a dolgos kezű úri embereknek, valószínűleg hölgyek nem olyan szoktak karosszérakatolni. Erre szükség lenne viszont az urak részéről, hiszen ez egy elősérült autó. Mutatom a hátulját, meg a jobb oldalát, bal oldalát. Ez mind a két oldala teljesen rendben van és egybe van. Honóhorog van rajta, szép az autónak a belső része, és akkor nézzük meg, hogy mi is van itt a elől extrái az autónak, aztán be is fogom indítani, hogy nézzük, hogy jár a motor. Centrálzáros az autó, riasztós, 4 elektromos ablak van benne, 2 darab légzsák, ami a helyén van, mind a kettő nincs kidurranva, abszolút teljesen eredeti állapotában van. Aztán van itt egy nagyon jó dolog, méghozzá az autó az klímás, és akkor nézzük, hogy hogy indul az autó. Elalszik a légzsáklámpa, olajnyomáslámpa. Ja, veszi a fordulatot, abszolút hibátlanul. És akkor nézzük meg, hogy hogy jár benne a moci. Itt az elektromos tükör az autóban. Amúgy a belseje teljesen rendezett az autónak, szép a belseje. Kilométert nem is néztem. 99 000 kilométeres autó, ez nem is lehet sok benne, ez 1.3-as 70 lóerős motornak. A gumikat lefényképeztem, mert vadonat újnak tűnő 4 darab Michelin gumi van az autón, ami majd jól jöhet még itt ebbe a hideg időbe. És akkor itt ez a sérülés, a klímahűtő és a vízhűtője sérült, és itt alul volt neki egy kis problémája, de ez a motortér ez simán nyílik. Az autóban van egy jó kis Global Power akkumulátor, ami szépen indította az autót. Itt a riasztója és egy gyönyörű szép tiszta, hibátlan újszerű motor, és csodaszépen jár is benne ez a motor. Tornyoknak nem lett problémája, a hoztartóknak sem. Igazából itt zárhidat kell cserélni, lámpákat, hűtőket, meg egy lökhárító kell rá, és ez már rögtön is mehet ez az autó. Természetesen a motorház tetőt még azért gyógyítani kell rajta. Más nem is tudnak elmondani, és nem is akarok, jöjjenek el hozzánk, személyesen nézzék meg, próbálják ki, tudunk vele egy kis kanyart is menni az autóval, mert lábán megy, halad, vált, minden szuper rajta, abszolút mértékben, szinte majdnem lábon hazamehetne, lenne benne hűtővíz. Ennyit tudtam elmondani, jöjjenek be hozzánk itt az M3 autóparkba, Budapest 15. kerület, Szent Mellyed 90 számba, reméljük hamar meg fogunk egyezni, és már is vihetik hazafelé, és lehet gyógyítgatni ezt a kis autót. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, a viszontlátásra.